Bár az őszi szezont egy hazai pályán Gyöngyöstől elszenvedett 5-4-es vereséggel zárta a sényői futballcsapat, az NB3 keleti csoportjának újonca várakozáson felül teljesítve a tabella 6. helyén tölti a téli szünetet. A Magyar Kupában pedig még mindig áll az Imrő László Fiúmei Viktor edzőpáros által irányított együttes. A tavasszal amatőrkupa győztes sényőiek a 2018-2019-es kupasorozatban ott folytatták, ahol néhány hónappal korábban abbahagyták. Az országos főtáblán előbb a Tordast, majd a Makót búcsúztatták Kapacináig, a 8. fordulóban pedig a sorsolásnak köszönhetően a Ferencváros látogat Sényőre. Az edzések nem álltak le, folytattuk tovább az edzéseket, a közeli Kemecsén kaptunk edzés lehetőséget, ugyanis ott van pályavilágítás, ezt szeretnénk is megköszönni a Kemecsének. Jó hangulatban telnek az edzések, felfokozott hangulattal várjuk a mérkőzést, nyilván senkinek nem kell bemutatni az ellenfelünket, ugye az erőviszonyokkal tisztában vagyunk, szeretnénk megnehezíteni a vendégcsapat dolgát. Egy fegyelmezett zárt védekezésből, ha esetleg adódik lehetőség kontrákra, akkor azokat gyorsan szeretnénk végigvinni. Korábban az Újpest és az MTK a kupában, a Diósgyőr pedig a bajnokságban már pályára lépett Sényőn. A Fradi vendégjátékát is óriási várakozás előzi meg, az 1400 lelkes településen több mint 2500 nézőt várnak a mérkőzésre. Nagyon nagy elánnal készül az egész település, valamint a stáb is a mérkőzésre. Ugye még egyelőre a háttérmunkálatok zajlanak, és mivel a Ferencváros az egy ugye kiemelt sporteseménynek számít, ezért mind rendőrség szempontjából, valamint ugye még ez plusz dolog az is, hogy az M4 élőben adja a meccset, ez megint megnehezíti még egy kicsit a szervezés dolgát, de hál' Istennek jól összehangolva eddig minden sinem van. Az előrejelzések és a jegyeladások alapján elég sok nézőre számítunk, és jeleztük egyébként már több fórumon is, hogy déltől kezdődik a meccs, de 10-től van kapunyítás, úgyhogy minél hamarabb jöjjenek a nézők, akik szeretnének jó helyeket elfoglalni. A szerdán 12 órakor kezdődő mérkőzésen a hazaiaknál Kapacinak elvinni eltiltás, Fekete Tamás és Lukács Bence pedig sérülés miatt nem lépett pályára.